Na, most vettem ki a hűtőszekrényből. Arra számítottam, hogy nem fog mozogni. Leborítottam egy üveggel, hogy ne repüljön el, ha mégis. Hoppá, most odaébredt. Amikor kivettem a hűtőből, amiben már egy napja volt, azonnal elkezdett mozogni. Úgy látszik, ez a faj jól bírja a hideget. Közben az interneten utána néztem az egyik nemzetközi csoportban, és hát egy szakértő megállapította, hogy ez vagy japán, vagy pedig koreai csípőszúnyog lehet, unokatestvére a mi gyötrös szúnyognak és a tigris szúnyognak, meg az egyiptominak is.